Egyelőre sikertelen a bértárgyalás a munkáltatóval, mondja a Tükebusznál működő Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet pécsi vezetője. Nem tudtak még megállapodni az idei béremelésről. Ugye már a negyedik bértárgyalás volt január 30-án, munkáltatóval nem sikerült újból megegyezni. Ugye az új ajánlata igazából nem növekedett jelentősen, ugye csak az egyéb állomány tekintetében emelt 0,5%-ot. Úgyhogy felmérést végeztünk a munkavállalók körében, ők ragaszkodnak a 20%-os keresetfejlesztéshez, ezért február 9-ével egy újabb egyeztető eljárást kezdeményeztünk a Tükebusz Zrt-vel. A sikertelen megbeszélések után újra napirendre került, hogy megint munkabeszüntetésre kerülhet sor. Ezt a szakszervezet levélben jelezte a cég vezetőjének, illetve azt is, hogy február 9-én újra tárgyaló asztalhoz ülnének. Azt követően nem születik megállapodás, és nem kapunk egy megfelelő béremelési ajánlatot, akkor ugye február 27-28-án újabb munkabeszüntetésre kerül egy sor. Persze ez bizonyos mértékben a munkáltatónak is jó, mert ugye akkor nincs üzemanyagköltség azokra a járatokra, amelyek nem mennek el, illetve ugye hogy a szájban észrevő gépkocsi vezetőknek bért se kell fizetni, tehát egy megtakarítás. Utal viccesen a cég jelenlegi helyzetére a szakszervezeti vezető. Természetesen hosszú távon ez nem megoldás, hiszen a buszvezetők türelme is véges, és előbb-utóbb elhagyják a céget, ha nem kapnak megfelelő bért. Egy bizonyos létszám alatt pedig veszélybe kerül a jelenlegi menetrend teljesítése, mondja a szakszervezeti vezető. Ők ugye a 17,7%-os alapóra bérfejlesztést javasolták a gépkocsi vezetőknek, de hogyha az az fölötti juttatás pedig kiszámíthatatlan a munkavállalóknak. Tehát egy család költségvetését, meg hogy mennyit fog kapni a következő hónapban, erre nem lehet alapozni, hogy vagy kap, vagy nem, mert ugye nem egyenlő mértékben részesülnek belőle, illetve hogyha részesülnek is, akkor vannak olyan időszakok, például ugye a szabadság, illetve a táppénzzel telesnek ezektől a juttatásoktól. Ráadásul a nyugdíjnál sem jöhet számításba a juttatás mértéke, mondja Raposa Gábor. Ezért ragaszkodnak az alapórabér emeléséhez, míg a város a juttatásokat emelné, amik egy tolvonással visszavonhatók. Az önkormányzati cég képviselői és az autóbuszvezetők szakszervezete tehát február 9-én újra tárgyalni fog a bérrendezésről.